Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök parapelteket látnak itt a VNTV-n. Kedves vendégem dr. Egeli György úr, szervusz Gyuri. És ma érdekes témánk lesz a torinói lepel és a hideg magfúzió összefüggését fogjuk kitárgyalni. Aki már a haját és tépi már akinek van és megteheti, szeretném elmondani, hogy nem is akkora csacsiság, mint ami első hallásra tűnik. Mi ez összefüggés? Olyan, mintha az uborkát szerettem volna az atombombával összehasonlítani. Ugye talán a nézők is hallottak arról, hogy létezik Torino egyik templomában egy lepel, amiről a hagyomány azt tartja, hogy Jézust keresztre feszítése után ebbe burkolták. Igen hosszú a lepelnek az útja, és egyetlen egy galiba van benne, tehát olyan virágporokat találtak benne, ami csak azon a környéken honos, és csak azokban a hetekben nyílnak azok a virágok, amikor és ahol Jézust keresztre feszítették, akkor a hátán megtalálhatók korbácsütések okozta sebekből kiömlött vérnyomai, egészen érdekes vércsoportot találtak, a homlokán megtalálhatók tövéskoszorúnak a sérülései, tehát valami 40 szempont szerint tökéletesen és egyértelműen összefüggésbe hozható abból az időből és azokról a sebekről, sérülésekről, ahogy azt az Új Szövetség pontosan leírja. Egy gond volt. Mintát vettek ebből a bizonyos lepelből, pontosabban nem is a lepelből, hanem a szőröket kapargatták le egy részen, és a rádiókarbonnal időmeghatározás végeztek, és az körülbelül az 1100-as évekre datálta így a lepelnek az eredetét, ezért úgy gondolta a hivatalos mainstream tudomány, hogy ez egy 1100-ban készült hamisítvány lehet. Persze nagyon nagy kérdés, hogy 1100-ban hogy tudták a virágporokat meg mindent összehozni úgy, hogy akkor még semmi hasonló pollenvizsgálatot, meg elektronmikroszkópos vizsgálatot nem lehetett összehozni, mert nem volt ilyen, persze. Hogy lehet az, hogy 40 szempont szerint stimmel, és csak a rádiókarbon vizsgálat, a rádióaktivitásos vizsgálat az, ami azt mondja, hogy ez 1100 körüli ez a lepedő. Csak hogy abban az időszakban, és ma sem tudunk éppen eleget a magfúzióról és a rádióaktivitásról. Van a magfúziónak egy olyan ága, amit a biológia művel. Hadd mondjak erre egy példát. Ugye mindenki tud arról, hogy a kis csirke tojásból kerül ki. És már az 1880-as években néhány érdeklődő kutató elkezdte feszegetni azt a kérdést, hogy hát hogy van az, hogy a kis csirkének már van csontváza, abból nagyon sok kalcium kijön, és hogy honnan jön az a kalcium. Mert azt tűnt föl nekik, hogy a tojás héj kalcium tartalma nem változik, tehát ugyanaz a kalcium mennyiség marad meg a tojás héjbe, amikor a kis csirke kibújik belőle. Tehát megnézték a tojás fehérjének meg a tojás sárgájának a kalcium tartalmát, az 1880-as években ezt nagy megbízhatósággal el lehetett végezni, és nagyon kevés kalcium volt a fehérjébe meg a sárgájába. Tehát magyarán valahogy a kis csirke növekedése alatt a kalciumot szintetizál magának szénből és hidrogénből, ugye? Mert szénhidrogénekből áll gyakorlatilag a tojás fehérje. Megint az a folyamat, amivel mi kínlódunk, csak a természet a miénknél
még szellemesebb, még jobb, még hatékonyabb eljárást talál ki, mert nem kell neki plazma, mikrohullám. Csak egyszerű baktériumokkal megoldja. Na most, ez a folyamat a baktériumok szintjén is létrejön, azok vasat tudnak maguknak szintetizálni, nem sokat, de a vasnak nem a természetben létrejövő leggyakoribb 56-os tömegszámú izotópját, hanem fura módon, amikor maguknak rakják össze, az 57-es izotópot rakják össze. És ezeket egészen ellenséges, nehéz vizes közegben is meg tudják oldani, és nem egyfajta gomba, és nem egyfajta baktérium képes erre. Hát már meséltem egyszer egy röviden, hogy a Kornyilovának meg a Viszockinak, két orosz kutatónak, ukrán kutatónak a nagyon komoly munkája született ezen a téren, de más japán és francia kutatók is dolgoztak. Hát többek között a Marseille Egyetemen dolgozó fizika-kémia professzor Briberian, aki most hívott meg engem, ő dolgozott elég sokat a biológiai transmutáción. Ugye ott van egy nagy anyagvizsgálati labora a háta mögött, és ő is végzett ilyen vizsgálatokat, és ez így igaz. Tehát az élővilág elképesztő dolgokra képes. Na most teljesen egyszerű módszer az, hogy a szénnek az izotóp arányát én megváltoztatom ilyen biológiai úton. Innentől kezdve Jézus számára sem volt probléma a szén izotóp arányának megváltoztatása. Éppen ezért a biológiai transmutáció jelenségének ismerete nélkül nem perdöntő a torinói lepedő esetén például az, hogy na, mennyi a C13 és a C12 aránya. Csúnya kérdésem lesz, hogy amikor Jézus a lepel alá kerül, akkor éppen ő nincs abban a tudatállapotában, hogy ezt a biológiai transmutációt létrehozza, mert éppen akkor egy olyan állapotban volt, amikor nem az élő sorában volt, hanem valahol máshogy tartózkodott a lelke abban az időszakban. Milyen módon tudta akkor ezt elkövetni? De utána föltámadt. Utána föltámadt, és amikor ugye a feltámadás pillanataiban, amikor gyakorlatilag egy halottból újra élő lény alakul ki, ez a bizonyos életenergia dolgozott benne, dolgozhatott benne, és innentől kezdve az, hogy megváltozik az izotóp arány, az a legkisebb gond. Nem is tudtam tőled ilyen spirituális szövegeket idáig kiszedegetni, de ez nagyon érdekes, és pontosan az, hogy tőled fakad, tőle származik, mert ez az egész krisztusi feltámadást, meg ez az egész gondolkodásmódot, hogyha kicsit szimbolikusan a mai világunkba teszünk, ahol egyébként Krisztus még ennyi pályafutása sem lett volna, mint annak idején, mert már réges-régen a keresztfára került volna, de annyi fantasztikus bíró és pap van ma is itt ebben a világban. És a feltámadás olyan szimbolikus ebben az értelemben is, hogy itt az idő az, hogy amikor már mindent elpusztítottunk szellemiségében, fizikai síkon, akkor most jön az a fajta szellemi feltámadás, amikor képesek leszünk saját bioenergiánkkal hidegmagfúziót létrehozni, például élőlényekben. Ezt hívom egyébként biotranszformációnak, vagy biomutációnak is, amelyeket a baktériumok nap mint nap meglépnek, amikor a talajból, a szervetlen ásványanyagokból a testüket építik ebből a szerves anyag átalakítva, amiből utána a fotoszintetizáló baktérium létrehozza a napenergia segítségével a levelet, ami a mi testünknek az energiaháztartásához hozzájárul. Tehát minden nap ezeket a csodákat mi megéljük, átéljük, csak egyszerűen átlépünk rajta, mert nem akarunk vele foglalkozni. És akkor egy óriási nagy lépés a te életedben, amikor rájöttél, hogy a csillagok milyen módon hozzák létre a hideg magfúzió, vagy meleg magfúzióval, bocsánat, az energiát, eljutottál hideg magfúzióig, és hogy kerül vissza ez a kanyar a lepelhez?
Hát ilyen váratlan leágazásai is vannak, ilyen váratlan következményei is vannak ennek a bizonyos általam porfúziónak vagy csöndes fúziónak nevezett eljárásban bizony, akkor azzal kell szembenéznünk, hogyha elterjednek ezek az eljárások, hogy nincs szükségünk olajra, nincs szükségünk talán még szénre sem, de bizony akkor, ha ezt a pirulát lenyeljük, mert le kell nyelni, akkor szembesülünk azzal, hogy a torinói lepel egy valódi bizonyíték arra, hogy valóban megtörtént a feltámadás. És ennek van, aki ezt ugyanúgy lepöcköli magáról, mint a hidegfúziót, a hidegfúzióval, vagy a porfúzióval, ha tetszik, ha nem tetszik, fog találkozni, és utána ezzel a szellem már kiszabadul a palackból, fog még a torinói lepellel találkozni, lesz per újra felvétel. Igen, úgy van, hogy az embereknek hitük van, azt bármiféle eszközzel nem tudják elpusztítani. Lásd, az első keresztényeket azért bevetették az oroszlánok közé, fölzabáltatták egy nagy részüket, és nagyon sokatnak a hit erejével sikerült túlélniük ezt a dolgot is, tehát ma sem kisebb a nyomás, mint ezelőtt 1000 évekkel. Még egy dologról szeretnék kérdezni tőled, az összes ilyen áldásos dolognak, ha már erre az energiáról beszélünk, akkor rengeteg gyógyulás volt annak idején, akik Jézus környezetében éltek, vagy a gyógyultak a hitük ereje által, hogy egy ilyen hidegmagfúziós szerkezet közelében mindenféle energiák összpontosulnak. Ennek van-e egészségügyi, vagy pozitív egészségügyi, vagy negatív egészségügyi hatása, lehet erről beszélni? Hogyne, a G.B. Rife, Rife nevű amerikai orvos a 20-as években hidrogénplazma rezgetésével készített egy olyan szerkezetet, aminek segítségével szelektíven tudott elpusztítani vírusokat és baktériumokat és gombákat. Most ezt a munkát a Hulda Clark nevű amerikai orvos folytatta, tehát megvannak azok a frekvenciák, amiken bizonyos vírusok, bacik és gombák szétesnek. A mostani zapperekkel, amelyek ehhez nagyon távolról hasonlító készülékek, az a nagy probléma, hogy megfogunk két elektródot, és ezek az elektródok a bőrfelület környékén elvégzik ezt a munkát, de nem tudnak mélyre menni. Most ezzel a plazmarezgéses eljárással keletkezik az a bizonyos longitudinális elektromágneses tér vagy hullám, ez viszont a teljes test mélységébe behatol, áthatol rajtunk a bélrendszerem egészen mélyre, tehát még egy másik embert is át tudna ütni ez a sugár, és akkor influenza járvány esetén az influenza vírusoktól meg lehet szabadulni, vagy herpes vírustól, vagy papilloma, stb. Vírusoktól, AIDS-től is, szerencsére ez nekünk nem probléma, de akinek probléma, annak gond. Tehát azt mondod, hogy az összes ilyen biorezonancia terápia, az csak a felületen képes pusztítani. Igen. A bacika. Erre mondják ők, hogy amikor újból megismétlik, akkor a mélységből följövőket pusztítják, de te azt mondod, hogy ez igazából nem járja a teljes testet, és ez a longitudinális energiával, meg teljes egészében a sejthártyán keresztül, a sejt magig bezárólag ezek a frekvenciák elpusztítják a gombádba, és akkor még mindig felszabadulnak a nehézfémek, mert a legtöbb gomba azért van bennünk, mert a nehézfémeket ezekkel letetjük föl, és így van meg a homeosztázis az emberi szervezetben. Én szívesen csinálnék veled ilyen kütyüt, mert rengeteg egészségügyi probléma van, és mivel egyre több könnyű szénhidrátot eszünk, egyre több vackot eszünk, ezek a gombák, métejek, paraziták boldogan éldegélnek azon a táptalajon, ami a számunkra viszont a halált jelenti az életet. Így van. Egy további nagyon érdekes terület, amivel amikor először gömbvillámmal foglalkoztam, akkor derült ki számomra, hogy maga a gömbvillám akkor és csak akkor értelmezhető, ha több mint 3 térdimenzió van, és ezt a Kozma Róbert nevű azóta idegkutatóvá vált kollégám, szobatársam teljesen elhűlve
fogadta falfehérlet, ő fogalmazta meg akkor, amire addig nem gondoltam, hogy akkor mégiscsak van túlvilág. Hát erről van szó. Tehát itt csak azt akartam érzékeltetni, hogy néha egészen váratlan a távoli dolgokat hozhat elő a természettudományos kutatás. Először tisztázzuk, mi a túlvilág. Ugye most nagyjából tudjuk, hogy ahova elmegyünk majd külön-külön, az egy fajta energiamező, más dimenzió. Más dimenzió. Méghozzá nagyon konkrétum. Ugye akkor kezdtem el olvasgatni úgynevezett halálközeli élményeket, embereket például megráz az áram, elájulnak, és kilép úgymond a lelkük a testükből, vagy baleset, vagy műtét idején jönnek ilyen a testtől való elszakadás, de néhány ember meditációval is képes, nagyon nehezen persze, de ilyen élmények előhozatalára. Ezek az emberek egyértelműen és szó szerint leírják azt, hogy az a tér, ahová átlépnek, az egyáltalán nem olyan, mint amihez ők hozzászoktak. Például rutin eset, több tucat olyan eset van, hogy valaki műtőasztalon van, elájul, leáll az életműködés, és ő ott lebeg a műtőasztal fölött, látja saját teste körül, hogy futkorásznak a nővérek és az orvosok, de átlát a szomszédhelyiségbe, látja, hogy alatta mi van, láthatja, hogy felette mi van. Ez a probléma így három térdimenzióban megoldhatatlan, ez nem lehet igaz, négy térdimenzióban viszont teljesen evidens és természetes, hogy a hipertérből egy negyedik térdimenzió felől az általunk lezárt összes doboz, páncélszekrény nyitott. Felülről be lehet nyitni, azokba a dobozokba, helységekbe bele lehet látni, amire mi itt most azt hiszük, hogy na most ez teljesen le van zárva, és oda senki be nem nyúlhat, be nem láthat. Tértechnológia a manuális bankrabláshoz, viszont erre már sokkal kifinomultabb módszereket készítettek el a mai bankárokban. A bankrendszer. Ők nyomják a pénzt. Na, és ugye téged annak idején először a gömbvilámok kapcsán ismert meg ez az ország, meg a közvélemény, és nagyon sokáig kutattad ezt a jelenséget, és többször hallottam már azokat az elgondolásaidat, hogy a gömbvilám valami módon összefüggésbe hozható a túlvilággal. Mire alapozod ezt a szállítást? Tehát a gömbvilám a jelensége akkor magyarázható az összes tulajdonsága, hogyha az nem egy három térdimenziós természeti jelenség, hanem legalább egy négy térdimenzióban mozgó töltésgyűrű, mert akkor a nagyon sokszor megfigyelt hatalmas mennyiségű elektromos töltés ott raktározható, ami egy kis gömböcskében kizárt, és a hatalmas mennyiségű energia is megmagyarázható, valamint ennek a jelenségnek a hosszú életű stabilitása is, meg az, hogy néha, ugye amikor keletkezik, szinte a semmiből keletkezik ott, egy ezred másodperc alatt a megfigyelő óra alatt előtt egyszerűen csak a semmiből összeáll ez a dolog. Minden egyes furcsaság a spontán égéstől kezdve az, hogy föld alatt megolvasztja például a fa gyökerei között, üveggé olvasztja a talajt. Mind a hipertéri hipotézisre alapulva, teljesen egyszerűen, logikusan, erőlködés nélkül megérthető. Ugyanúgy, mint a kvantumfizikában, ahol a szemlélő befolyásolja az eseményeket, van összefüggés abban a tekintetben, hogy itt vagyunk ebben a térben, és netán elég komoly pszichikai energiával próbálom a környező teret stimulálni, hogy akkor itt és most jelenik meg ez a gömbvilám, vagy teljes egészében független ez a szemlélőtől. Független a szemlélőtől, nem kell, hogy ember ott legyen a környéken. Találtak már például állatokat is teljesen elszenesedve, tehát semmi köze az emberhez. Ez egy élettelen természeti jelenség, de nagyon bizarr. Azt lehetne mondani akkor, hogy ezek a gömbvilámok tulajdonképpen sokkal
nagyobb információtartalmú jelenségek, csak innen a 3D-ből, ahol mi érzékeljük a dolgokat, csak ezt a pusztítást és rombolást érzékeljük belőle, mert nem vagyunk képesek többet felfogni ebből az egészből. Így van, így van. De ha alaposan utána nézzünk, és a honlapra kiraktam 8 órányi vágatlan videófelvételt, és 500 esetet, amit angolra lefordítottam, az érdeklődő, olvasó, néző. Ez a gönvilám.hu, vagy melyik? Nem, hanem a greentechinfo.eu, ahol a porfúziós cikkek vannak, dokumentumfilmek, ugyanott találkozhat vele, azért, mert látszólag formálisan az a plazmagömb, amit a mi készülékünkbe előállítunk, nagyon hasonlít a gömbvillámhoz. Hosszú ideig tart, nagyon nagy az energiatartalma, stb. De az nem az. Tudom, hogy nem az. Sokan azt hitték, hogy hát ez mesterséges gömbvillám. Biztos, hogy nem az. Volt ilyen szándékod, amikor elkezdted csinálni, hogy egy mesterséges gömbvillámot hozzá létre? Hát nagyon érdekes lenne, soha senkinek nem sikerült ez. Mindenféle a híresztelések ellenére óriási kihívás a mai tudománynak, és soha nem fogják tudni megérteni a gömbvilámot, ahogy az a természetben előfordul. Kell-e félni tőle a gömbvilámtól? Gömbvilámtól? Hát nagyon ritka először is, tehát már csak emiatt sem kell félni. Másodszor az esetek nagy többségében igen piciny az energia sűrűsége, tehát igen ritkán öl, vagy igen ritkán pusztít. Persze én azokat a videó eseteket hoztam nyilvánosságra. Ahol a brutál volt. Ahol a brutál látszik. Én láttam, hogy teheneket ölt meg, de ugyanakkor az ott lévő embereket béké hagyta, lehet ezt mondani? Vagy, mert mondtad, hogy, hogy az égés, tehát amikor önégés, amikor kigyullad valaki, és szénnyég. Spontán égés. Bocsánat, nem tett eszembe a rendes szó. Ott meg egyértelműen általában emberek is ebbe belehalnak, elpusztulnak benne. Igen, de állatok is, meg tárgyak is elpusztulnak. Jó, persze. Tudatos túlvilági átok ilyen módon? Nem, semmi közel. Felejtsük el, azért hoztam föl direkt. Ez egy élettelen természeti jelenség, de mutat nekünk valamit. A nagy kérdés az számunkra, hogy vajon merjük-e észrevenni azt, amit mutat nekünk a természet, hogy ez egy hipertéri jelenség, és ha a szembe merünk nézni azzal, hogy van még egy térdimenzió, merünk-e azzal szembenézni, hogy van túlvilág, és akkor megérthetjük ezeket a halál közeli élményeket, és abban az esetben van-e ennek számunkra erkölcsi tanulsága, hogy bizony mi nem pusztán egy zsáknyi vegyszer vagyunk, hanem van mögöttünk vizes korsó, egy elpusztíthatatlan lélek, és ugye mindig azt mondják, mindig azt hallom, hogy a tudománynak meg a vallásnak semmi köze egymáshoz, hagyjuk mindkettőt a saját területén, a kettő közé hidat nem lehet verni, én pedig azt mondom, hogy igenis lehet. Lehetne a vallás is, meg a tudomány is merészebb, és a két dolgot például a gömbvillám jelensége összeköti. Hát a transzcendentális érzékelés, amikor a tér és idő kikapcsolásával ott marad a tiszta szubstancia, és ezt hívjuk az önénünknek, az igazi valunknak, igaz? És azt mondod, hogy ezt előbb el tudom képzelni, hogy negyedik dimenzióban nincsenek azok a kötések meg, amik itt a három dimenzióban kötnek bennünket. És ugyanakkor a hídverő szerepében dr. Egeri György, aki ilyen arcát szerintem még nem mutattad meg soha, hogy általában spirituális témákban nem nyilatkozol, ezt lehet elmondani rólad, és most te kezdeményezted ezt a beszélgetést a torinói lepel kapcsán, nagyon megköszönöm, hogy ezt így elmondtad nekünk. Önöknek tudom, hogy számos kérdésük lesz ezzel kapcsolatban, amelyet nagy szeretettel várunk, hogy folytathassuk ezt a témát továbbiakban. Önök a Viva Natura vagy VNTV adását látták, Paraperceket dr. Egeri Györgyel. Nézzék adásainkat és osszák meg bárhol a világon. Az a fontos, hogy mindenki láthassa a Másképp Tudás csatornáját. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.